Nagyné László Erzsébet, a Kátai Gábor Kórház főigazgatójának tájékoztatása szerint már január 5-én a kórházunkban is el tudták kezdeni a koronavírus elleni oltóanyagok beadását az intézmény dolgozóinak. A főigazgató külön köszönetét fejezte ki Magyarország kormányának, hogy már az elmúlt év végén elérhető volt hazánkban is az oltóanyag, így a megyénk mielőbb hozzájuthatott a vakcinához. Szólt arról is, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ oltási ütemtervének megfelelően halad majd az oltási sorrend. Január első hetében nálunk is megkezdődhetett, konkrétan a második munkanapon már a dolgozók védőoltása. Természetesen a Nemzeti Népegészségügyi Központ oltási tervének megfelelő ütemben kezdtük meg és folytatjuk le az intézmény dolgozóinak védőoltását. Tehát első ízben a szakorvosok, a COVID-ellátásban, fekvőbetegellátásban résztvevő szakorvosok, szakdolgozók, szakápolók kapják meg a védőoltást, illetve hát a járó beteg ellátásban, kimondottan a képalkotó diagnosztikai részen, illetve akik a legtöbbet találkoznak, lépnek kontaktusba a COVID gyanús vagy COVID pozitív betegekkel. Az intézmény november 9-e óta ki van jelölve a koronavírussal fertőzött betegek ellátására. Így a tapasztalatok is azt mutatják, hogy az oltások mielőbbi beadása fontos, hiszen segít a járvány leküzdésében, amellett, hogy ingyenes és természetesen önkéntes alapon történik. November 9-e óta intézményünk is ki van jelölve COVID beteg ellátásra. Sajnos tapasztalatunk az szinte általánossal megegyező, hogy a egészségügyi dolgozók is nyilván kockázatosabb helyen dolgozván, de ki vannak téve még jobban annak, hogy elkapják ezt a betegséget, hiszen a dolgozóinknak mintegy 25%-a már átesett ezen időszak alatt, vagy az őszi időszak alatt ezen a betegségen. Ők nyilván most nem részesülhetnek a védőoltásban, de ha letelik az a bizonyos 6 hónap idejük, akkor ők is megkaphatják a védőoltást, és majd ezt követő ráoltást is. A mai nappal megkezdődött, ez azt jelenti, hogy a héten a jelentkezett dolgozóink beoltása megtörténik. Reméljük, hogy ezt követően még többen fogják igénybe venni ezt a védőoltást úgy a saját dolgozóink közül, mint ahogy ezt követően a területi ellátási kötelezettségünkbe tartozó települések alapellátási feladatait ellátók, illetve az országos mentőszolgálat kollégái, a védőnök, a betegszállító kollégák oltását is a intézményi szinten fogjuk tudni megoldani. Az ehhez szükséges vakcina rendelkezésre áll a megyei intézményben. A hűtést ott tudják biztosítani, és az onnan elhozott vakcina pedig 5 napon belül felhasználható. Természetesen ütemezetten a jelentkezők be vannak osztva, és naponta 2 szakorvossal, megfelelő asszisztenciával, adminisztrációval biztosítjuk a védőoltások beadását. Mindenkinek javaslom, hogy vegye igénybe, úgy az egészségügyben, szociális ágazatban, dolgozók körében, mint a magyar lakosság körében ezt a lehetőséget, hiszen ingyenes, térítésmentes, csak önkéntesség kell hozzá, és nyilván felelősségtudat. Az első napon beoltott több mint 30 szakdolgozó véleménye és tapasztalata alapján egy fájdalommentes és hosszú távon védettséget adó, a legmodernebb technológiával, magyar tudósok közreműködésével is előállított oltóanyagról van szó, amely a 21. század világjárványát meg tudja állítani. Így a szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy felelősségteljes hozzáállással, önkéntes alapon bár, de vegyék igénybe a koronavírus elleni oltóanyagot, hiszen Magyarország kormánya ingyenesen elérhetővé téve a vakcinát segít túljuttatni az embereket ezen a mindenki számára nehéz időszakon, hogy az életük visszatérhessen a normális medrébe.